A Központi Választási Bizottság adatai szerint Gyergyószent Miklóson a névjegyzékben szereplő szavazati joggal rendelkezők 36,81%-a voksolt. 40 ezer lejt hagyott jóvá a Gyergyószent Miklósi képviselőtestület a sportiskola számára, hogy hozzájáruljanak a sportcsarnok költségeihez. 1899-ben épült, 120 éve szentelték fel a Gyergyószent Miklósi református templomot, ezt ünnepelték a hétvégén. Köszöntöm nézőinket november 11-én, híreink következnek, jó estét kívánok! Viorica Dăncilă, a Szociáldemokrata párt elnöke, volt miniszterelnök lesz a hivatalban lévő Klaus Iohannis jobboldali államfő ellenfele a romániai elnökválasztás második fordulójában. Derült ki a Központi Választási Bizottság által vasárnap éjszaka közzétett részeredményekből, amelyek az aznapi első fordulóban belföldön leadott szavazatok 93%-os feldolgozottságát tükrözték, írja a Kronika.ro. A romániai magyarság képviseletében induló Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, a voksok 4,2%-át kapta a belföldi szavazatok 91%-ának megszámlálása alapján. A választás vége előtt országosan 47,64%-os a részvételi arány, Argita megye és azon belül is Gyergyószent Miklós a sereghajtók közé sorolható ebből a szempontból. Államelnök választást tartottak november 10-én Romániában. Az állandó választási hatóság hétfőn 11 órakor kiadott tájékoztatása szerint a vasárnapi elnökválasztás hazai szavazókörei adatainak teljes feldolgozottsága alapján a Penele jelöltje Klaus Iohannis a voksok 36,66%-át szerezte meg, Viorica Dăncilă, a Szociáldemokrata párt elnöke pedig 23,79%-ot ért el. Őket követi Dan Barna, a jobbközép Mentsétek meg Romániát szövetség jelöltje, a szavazatok 14%-át szerezte meg. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a voksok 4,2%-át kapta. A romániai elnökválasztás első fordulójában a hazai választási névjegyzékben szereplő 18.217.000 választópolgár 47,66%-a adta le voksát. A külföldön élő román állampolgárok már péntek óta szavazhattak. A levélszavazatokkal együtt a romániai urnanyitásig közel 300.000-en éltek ezzel a jogukkal. A Központi Választási Bizottság adatai szerint Gyergyószent Miklóson a névjegyzékben szereplő 16.309 szavazati joggal rendelkező közül 6.004-en adták le voksukat, ez mintegy 36,81%-os részvételi arányt jelent. A legtöbb szavazót a Salamon Ernő gimnáziumban felállított 30-as körzetben adták le, a legkevesebbet a Kóskároly általános iskolában lévő 26-os körzetben. A vasárnap 21 órai urnazáráskor összegzett részvételi adatok szerint a gyergyói medencében Ditróban mentek el a legkevesebben szavazni. Itt csupán 36,40%-os volt az arány, a legtöbb szavazót Gyergyóremetén számlálták, a részvételi arány utóbbiban 57,97% volt. Az első fordulóban leadott szavazatok közel 100%-os feldolgozottsága alapján összeállított elnökválasztási térkép szerint Viorica Dăncilă 10 megyében, Kelemen Hunor 2 megyében győzött. A többi ország részben Klaus Iohannis győzedelmeskedett. A Kárpátokon túli megyékben 18.636-an szavaztak Kelemen Hunorra. A választási hatóság statisztikái szerint a városokban leadott szavazatok száma mintegy 1,5 millióval meghaladja a falusi voksokét. A jelentős magyar lakosságú megyékben mindvégig elmaradt a részvétel az országos átlagtól. Kovászna és Szatmár megyében a jogosultak 37%-a, Hargita megyében pedig 42%-a élt választójogával. A választópolgárok csaknem 47,66%-a ment el szavazni az este 9 órás urnazárásig. A többségében magyar lakta megyék közül Maros megye az országos átlaghoz közel teljesített. Itt a jogosultak 45,25%-a vett részt a voksoláson. Hát szavazni az élünk, mert elsősorban mi idősebbek mindig az a gondolatunk, a kötelességünk is, mivel ha jogunk van szavazni, akkor szavazzunk is, ne csak mindig azt várjuk, hogy mások oldják meg a mi problémánk, akkor otthon panaszkodunk erre, arra, haverek közt beszélünk, és közben mi nem teszünk semmit. Az államelnöktől azt várjuk mi, hogy valamit segítsen a magyarságon, ami a Romániában, hogy a magyarságot előre tudja vinni, hogy becsületesen tudjunk élni a románok közt, becsületesen tudjunk élni a magyarok. Elsősorban a
arra szavaztunk a mai napon, hogy a kisebbségeket nagyobb tisztelet övezze, és legyenek elfogadva azok a kisebbségek, amikért ugye évek óta küzd az országos képviselet. Úgyhogy nyilván a respektnek a kivívása a legfontosabb, és az, hogy mutassuk meg, hogy tulajdonképpen mennyien is vagyunk ebben az országban. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke, államfőjelöltje tegnap este Kolozsváron nyilatkozott az exit poll eredmények ismertetése után. Sikerként könyvelte el, hogy az előzetes becslések szerint a 2009-es és 2014-es államelnök választáshoz képest több szavazatot kapott a szövetség jelöltje. Az RMDS államelnök jelöltje köszönetet mondott azoknak, akik rászavaztak, a magyar közösségnek, aki támogatta, aki bízott abban, hogy a szövetség képes képviselni a romániai magyarokat. Köszönetet mondott azoknak a román embereknek és más nemzetiségű közösségeknek, akik meghallották a tisztelet és a bizalom üzenetét. Úgy fogalmazott, a kampány lejárt, de a munka folytatódik. Az elnökválasztás második fordulóját 2 hét múlva tartják. November 11 és november 16-a között szállítják el az őszi zöld hulladékot a háztartásokból Gyergyószentmiklóson. Az egy hétig tartó nagy takarítás alatt a szemétszállító elviszi az összegyűlt faleveleket és gyomnövényeket, míg a száraz ágakat bejelentés alapján viszik el a mellékgazdaság munkatársai. A bio hulladék elszállítása a lakónegyedekben szombatonként, míg a kertesházak esetében a háztartási szemét elszállításának napján a megszokott beosztás szerint történik. A faleveleket, gyomnövényeket átlátszó zsákokba téve reggel 7 órára kell kihelyezni a kapuk elé, ezeket komposztálni fogják. A száraz ágak elszállítását a képernyőn látható telefonszámon lehet leegyeztetni. Az őszi lomb és zöld hulladék begyűjtés alkalmával nem viszik el a bontásból származó szemetet, régi háztartási gépeket, bútorokat. Pénteken újabb rendkívüli tanácsülésre gyűlt össze a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület. Több fontos döntést hoztak, többek között segítik a sportiskola tevékenységét, és egy a téli hótalanítást megkönnyítő gép vásárlását is jóváhagyták a Vitalissima Kft. Részére. Jelentős bevételre számít az önkormányzat a korábban kitermelt fa mennyiség értékesítéséből. Az útmenti fák eladása azért is fontos mielőbb, hogy ne kerüljön idegen kézre. Emellett a mellékgazdaság belső udvarán kitermelt fát a lakók vásárolhatják meg. Döntött a képviselőtestület a város köztulajdonában lévő lábonálló fa ideig kitermeléséről is. A Vitalissima Kft. Számára egy komplex Unimag U500-as gépet vásárolnak, amelyet a téli hótalanításkor tudnak majd használni, és így könnyebben minőségibb szolgáltatást biztosítanak majd. Az eszközáfáját a cég vissza is igényelheti. Kielemezték a közutak tisztántartását, és világossá vált, hogy Gyilkostó üdülőtelepen akadozik a szolgáltatás. Eldöntötték, hogy május és szeptember között heti 5 alkalommal, október és április között pedig 2-szer takarítják a nemzeti útmenti szakaszt, ráadásul 35 szeméttárolót is kihelyeznek. A költségvetés kiegészítéskor kapott összegből 40 ezer lejt a sportiskolának adnak, hiszen a központi forrás megvonás igencsak sújtja az intézményt. Ezzel járulnak hozzá a sportcsarnok költségeihez, hogy az év végéig zökkenőmentesen tudjon működni. Hargita megye tanácsa 645 ezer lejt hagyott jóvá Gyergyószentmiklósnak, ebből 20 ezer leértékben a Vaskertes iskola udvarán alakítanak ki játszóteret, 45 ezer lejt a Salamon Ernő gimnázium kórusa, illetve a feltöltő kórus kap hangszerek vásárlására. Új beruházásként a hivatali adminisztráció digitalizálásával kapcsolatos pályázatot is belefoglalták, hogy elindulhasson a közbeszerzési eljárás. Az idei költségvetés kiegészítésekor elfogadtak 300 ezer lejt a Csodavilág napközi felújítás társfinanszírozására, 180 ezer lejt területvásárlásra a labdarúgó pálya szomszédságában, illetve 100 ezer lejt a működési és karbantartási költségekre. Szombattól újraindult az idegenforgalmi tevékenység a Parajdi sóbányában, a sókitermelés azonban továbbra is szünetel a bányászok sztrájkja miatt. A Parajdi sóbánya szakszervezeti vezetője Kelemen József úgy nyilatkozott, hogy amennyiben hivatalos értesítés érkezik az Országos Sóipari Társaságtól a Száromtól arról, hogy megkapják az üdülési jegyeket, hétfőtől a sókitermelés is újraindul. A sóbánya mintegy 150 alkalmazottja október végén kezdett spontán tiltakozásba, amiért nem kapták meg az ez évre szóló üdülési csekkeket. Kezdetben csak a sókitermelést szakították meg, a múlt hét elején azonban a turisztikai tevékenységet is felfüggesztették.
1899-ben épült, 120 éve szentelték fel a gyergyószentmiklósi református templomot. A helyi gyülekezet más felekezetű gyergyóiakkal közösen ünnepelte az évfordulót vasárnap. Építésekor egy kis 200 fős közösséget alkottak az itteni reformátusok, ma mintegy 1000-en tartják magukénak az azóta háromszorosára bővült templomot. 120 éve kis költségvetésből egy kis templomot építettek a gyergyószentmiklósi reformátusok a város főterén, amit az akkori igényeknek megfelelően alakítottak ki, de gondoltak a jövőre is, lehetőséget adva a bővítésnek. Az 1990-es években háromszorosára bővítették az istenházát, és új formájában sem egy túlméretezett és kihasználhatatlan épület lett, hiszen átlagos vasárnapokon is sokan imádkoznak itt. Az ünnepi Isten tiszteleten pedig teljesen megtelt a lelki hajlék. A prédikációt Szegedi László lelkész, az erdélyi református egyházkerület missziós előadója mondta, a tékozló fiú példázatára alapozva hangoztatta, a templom az az atyai otthon, amelynek ajtaja mindig nyitva áll, várja a visszatérésünket. Foglalkoztatott engem az, hogy milyen a kapcsolata az embernek az Isten házával. Mi van azzal a néppel, aki mindig eltávolodik, messze kerül az atyai háztól, miként a tékozló fiú. És mi van akkor, amikor egy embernek a szívében születik döntés, hogy újra megtalálja az ajtót, a templom ajtót, ahol be kell lépni, ahol újból meg kell szentelődni. Kedves atyám fiai, a gondolat, a templomtól való eltávozás, és mi értelme lenne bármely szép megújított templomnak, ha nem az, hogy együtt egy közösség, egy nép Isten iránti háláját kifejezni és hallgassa az ígét. Az ünnepi Isten tiszteleten Ősz Sándor előd egyháztörténész tartott előadást a gyergyószentmiklósi református templom és a protestáns hitű közösség múltjáról. Hallható volt, hogy ugyan Gyergyó az erdélyi katolikus egyház egyik legerősebb bástyája volt az évszázadok alatt, de már a 16. században elért ide is a reformáció szele. A protestáns közösségnek a 19. század végén nyílt lehetősége a templom építésre. És amikor megszületik a terv, elfogadja az egyházkerület a tervet, helyi hatóságtól kérnek segítséget, és a községi, akkor Gyergyószentmiklós még nem város, a községi erőjáróság 100 boronáfával és 50 darab tőkefával támogatja az építkezést. Ám 1899-ben pedig felgyorsulnak az események, április 2-án Vitai Béla átadja a lelkipásztornak az igazgató tanácsát, az építésznek az igazgató tanácsától jóváhagyott szerződést, a város május 20-ára megadja a község helyezőnek az építési engedélyt, július 15-én már a templom berendezés, tehát a ma is álló karzat, illetve sokan nem emlékszünk még a régi szószékre, szószékre és urasztalára, Vízi Flóris vállalkozóval megkötik a szerződést, ő készíti el, Veres Sándor vállalkozó saját költségén készíti el a ma is álló vaskerítést. Augusztus 26-án pedig Olajos Farkas Alfalvi presbiter harangot ajánl fel, és ekkor rögzíti a templom építés, a templom szentelésnek az időpontját is. 1899. október 14-16-ra Bartók György püspököt megszűnik az egyházközség, el is fogadja ő, és itt van a templom szentelésnek a programja, eredetiben is magammal hoztam, eddigi tudomásom szerint ez az egyetlen példány, és érdekesség, hogy a tisztozattát, a tervezetet is megtaláltam az elmúlt héten az igazgató tanács levéltárában, tehát Bartók György püspököt előző nap fogadták, 100 lényen felül érkezett, Vitkóban Szatmári János presbiter fogadta, és másnap került sor a templom felszentelésére, ígét hirdetett Kenesei Béla egyházkerületi főjegyző, a Teológiai Intézet rektora. A templom szentelésen, hogy akkor szokás volt, nem csak igehirdetés, a püspök szentelő imája hangzott el, hanem mind a két sákrámentumot kiszolgáltatták, így Kis József tálnoki lelkipásztor egyházmegyei főjegyző keresztel, és Bodor Géza Kézi egyházmegyi esperes, akkor oda tartozott a lelkiség,
úrvacsorai álgendői beszédet mondott. És még egy érdekesség, és a mai nappal való párhuzam, hogy a Gyergyó Szent Miklósi dalkör, tehát egy világi polgári dalegylet szolgált az ünnepségen, akár csak ma. A gyökerek tehát megvannak, és a történelem ismétli önmagát, hála jó Istennek. Az eseményen felszólalt Nagy Zoltán polgármester is, hangsúlyozva, hogy most, amikor nyugaton templomokat bontanak le vagy alakítanak át más célokra, és egyre távolodnak a keresztény értékektől, nagy dolog, hogy itt nem a leépülés jellemző, hanem élő közösség ünnepelhet. Ilyen Európában kegyes ajándék az Istennek, hogy a hajdani Magyarország keleti bércei a végeken nem templom bezárást, nem közösség leépülést, hanem 120 éves évfordulót és egy élő közösséget ünnepelhetünk. Élő közösséget a maga 120 évével a templom, jelen templom falain belül. 120 év, amely valószínű nem volt egy egyszerű. Valószínű nagyon sok küzdelem volt a 120 évben, de nagyon sok szép pillanatot is megért ez a közösség, amely templommá tette azt az építményt, amely emberek nélkül, lelkek nélkül csak egy egyszerű építményként tudna itt állni, városunk főterén, Gyergyó Szent Miklós szívében. Az ünnepséget a Szent Miklós kórus által előadott énekművek és a közösség tagjainak szavalatai tették ünnepélyesebbé. Őszies lesz az időjárás november első felében, havas esőzésre, havazásra a hónap utolsó napjaiban számíthatunk, közölte vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek szerint november gyakort ahhoz felhős nedves időt, mert Románia fölött keveredik a kelet-európai síkvidék felől érkező hideg levegő a kontinens más részeiről érkező légtömegekkel. Az ANEME 1961-2018 közötti mérései szerint a novemberi országos középhőmérsékletek a tengerpart kivételével sehol sem haladták meg a 8 Celsius fokot, Erdélyben és a Kárpát-kanyarban 2-4 fok körül alakultak. Ritkán fordult elő, hogy ebben a periódusban trópusi légáramlat hatására 30 Celsius fokig emelkedjen a hőmérő higanyszála. Ilyen történt 1926-ban, 1990-ben, 1994-ben és 2004-ben. A mindenkori legmagasabb novemberi hőmérsékletet 1926. november 1-én mérték Kölörásban 30,5 Celsius fokot, a leghidegebbet mínusz 30,8 Celsius fokot 1957. november 30-án regisztrálták az Omu csúcson. Az Éj és Gyula közművelődési életműdíjjal tüntették ki Halász Péter néprajzkutatót, a moldvai magyar csángók körében végzett több évtizeden át tartó munkája elismeréséül. A kitüntetést Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, valamint Závogyán Magdolna, a díjat alapító Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője adta át a vasárnapi szentmise keretében Gyimes Középlokon. Az Éj és Gyula közművelődési életműdíjjal Halász Péter néprajzkutatót tüntették ki elsőként, magas szakmai színvonalú, közösségépítő, illetve a nemzeti kultúráért végzett értékfeltáró tevékenysége elismeréséül. Ő az a magyarországi szakmabeli, aki hosszú évtizedeken keresztül kutatta a moldvai magyarságot. A november 6-ai lakiteleki díjátadón a néprajzkutató nem vehetett részt, ezért az elismerést november 10-én új otthonában, Gyimes Középlokon, a vasárnapi szentmisek keretében adta át Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, valamint Závogyán Magdolna, a díjat alapító Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője. Halász Péter az ünnepség alkalmával elmondta, hogy nagyon sokat jelent számára ez a díj. 10 éve költözött a gyímesekbe, de nem szakította meg kapcsolatait az anyaországgal, hiszen munkája is odaköti, mivel a Honismeret folyóirat szerkesztőségi tagja. 52 éven át járt Moldvába, az ott gyűjtött anyag hányada publikálva van, de egy jelentős része még kiadásra vár. Ezek a moldvai magyarok párválasztás, szerelem, családalapítás, gyermekszülés és a gyermeknevelési hiedelem, valamint szokásvilágáról szólnak, és mint mondta, mindig van mit feldolgozni. Olyan, mint 50 évvel ezelőtt volt, nincsen.
de 50 évvel ezelőtt sem volt már az, amit Domokos Pál Péter talált 1930-ban. Ő sem találta már meg azt, amit Petrás Ince János gyűjtött még a 19. század közepén. Tehát valami mindig van. Én most, hogy dolgozom fel a céduláimat, szinte hallom, hogy aki mondta, az milyen hangon mondta, és milyen arca volt hozzá, és mennyit tudnék még kérdezni tőle, mert a hülye fejemmel akkor még nem kérdeztem meg, és most már nincs kitől kérdezni, mert ezek a temetőben vannak, de a technikát is felhasználom, mert fölhívom Duma András barátomat, vagy Nisztor Tinkal barátnőmet, és megkérdezem tőle, hogy ez vagy az az adat, hogy is van pontosan, és nálatok hogyan van, úgyhogy így megvan a kapcsolat. Ha elindulna az ember, akkor találna még sok mindent, és főleg nem a hagyományban, az már azt hiszem, hogy annak vége, hanem a jelenlegi sorsuknak a javításában volna rengeteg tennivaló. Elfogult vagyok, mondta Lezsák Sándor, a Magyarországgyűlés alelnöke a díjátadón, hozzátéve, hogy több évtizedes kapcsolat és küzdelem köti össze a néprajzkutatóval, és leszögezte, hogy nem felejtették el Halász Pétert, sem munkásságát. Én búvópatak Szegven. Azok a közösségek a Kárpát-medencében, amit járt Halász Péter is, akár kutatómunka, akár találkozók, akár emberi kapcsolatok, közösségek miatt, az szinte azonos volt az én kapcsolataimmal, és hát így is sokszor találkoztunk, de ugyanakkor abban a küzdelemben is dolgoztunk együtt, amely akár egy-egy közösség, vagy egy-egy tájegység értékeinek kutatásában, vagy éppen megmentésében, vagy éppen megerősítésében történt. Lezsák Sándor a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnökeként a Lakitelek Népfőiskola ajándékcsomagját is átadta a 80 éves születésnapját a napokban ünneplő néprajzkutatónak. A Nemzeti Művelődési Intézet 2019-ben alapított díjaival szakmai megbecsülését fejezi ki azon személyek, szervezetek, közösségek felé, akik magas színvonalú közösségépítő, értékfeltáró tevékenységet végeznek. Azt gondoltuk, hogy ebben az évben, vagy ettől az évtől kezdődően olyan közmedési díjakat szeretne az intézet adományozni, mint állami háttérintézmény, amelyek a Kárpát-medencében levő szakembereknek a megbecsülését, a szakmai elismerését adja. Tehát ez egy szakmai díj, három olyan nagy díjunk van, amellyel indulunk. Az egyik az I.S. Gyula életműdíj, amely egy teljes életművet foglal magába. A másik a Beke Pál díj, amelyet aktív korosztálynak, 40-45 éves aktív közművési szakembernek adunk a Kárpát-medencében, és van a fiataloknak szóló díj, az a Karácsony Sándor díj. A Szent Misét celebráló főtisztelendő Berszán Lajos tiszteletbeni kanonok lelki igazgató a szertartást követően beszélt arról, hogy hogyan ismerkedett össze egy interjú alkalmával több évtizeddel ezelőtt a néprajzkutatóval, majd csángó népdalokat is hallhattak a jelenlévők. Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!